Megújítják Dákvár teljes Kressz parkját. A régi hagyományokat megtartva készültek el az új tervek, amiket június 27-én kedden ismertetnek a lakossággal. Több tucat ember lett rosszul az iváncsai akkúgyárban. Ott sem kellett környezetvédelmi engedély, akárcsak Gödön vagy Vácon. A mérnöki kamara már tavasszal felhívta a figyelmet az engedélyeztetési anomáliákra. Itt a múzeumok éjszakája, rendhagyó tárlatvezetésekkel, kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket a főtéri kiállítóhelyeken. Kedves nézőink, Önök az ELSZ Televízió péntek esti 8 órás híradóját látják. Jó estét kívánok! Újabb játszótér kerül felújításra Vácon. A következő nagyobb projektre jövő év elején kerülhet sor. Ekkora dákvári Kressz parkot fogják teljesen rendbe tenni. Hívták fel a figyelmet a választókörzeti képviselők. A projekt bemutatására egy lakossági fórum keretében június 27-én kedden 17 órakor kerül sor a Petőfi Sándor általános iskolában. A Dunaparti nagyjátszótér után most a földvári téri parkokat renoválja az önkormányzat, de úgy néz ki, a dákvári képviselők sem maradnak ki a játszótér felújítási pakból. Molnár Nándor körzetében Dákvár legnagyobb játszóterének és közparkjának átalakításán is dolgoznak a tervezők. A városrész képviselői a polgármesterrel és a szakemberekkel közösen tartanak fórumot a környék lakói számára, amin ismertetik, hogy milyen új elemekkel gazdagodna a Kressz park. Elkészültek a dákvári Kressz park fejlesztési tervei. A választási ígéretünknek megfelelően egy komplex nagy pihenőpark jön itt létre, korszerű játszótérrel, sportparkokkal és egyéb kiegészítő létesítményekkel. Maguknak a terveknek a bemutatása az június 27-én kedden 17 órakor lesz a Deákvári Petőfi Sándor általános iskolában, ahová várunk szeretettel minden érdeklődőt. A látványtervek ismertetését követően kerülhet sor a projekt előkészítésére. Jelenlegi állás szerint előre láthatólag jövő tavasszal indulna meg a kivitelezés. Nyomást próbázzák a Váci strand gyermekpancsolóját, ezért engedték fel vízzel. Ez az egyik következő fázis a medence építésnek, amikor a kivitelezés során azt vizsgálják a szakemberek, hogy képes-e megtartani a víznyomást a betontest. A Váci strandra közben erre többen jönnek hűsölni, a kivitelezés pedig egy elkerített területen zajlik. A fürdőzők közül azonban sokan nem értik, hogy miért nem tudják igénybe venni a pancsolót, ha már úgyis fel van töltve a medence vízzel, munkavégzés pedig nem folyik rajta. Jelenleg a medence víztartási próbája folyik. Ez azt jelenti, hogy a betonozási folyamat végére érkeztünk, és azt próbáljuk, hogy az alaptest mindenhol áteresztésmentes-e. Ezt egy hétig kell csinálnunk, ez azt jelenti, hogy addig folyamatosan pótoljuk a napsugárzás által elszívott párába átment vizet, és ezt követően kezdődhet meg a medencének a burkolása. Vácon az önkormányzat és az intézményei számos programot és táborozási lehetőséget biztosítanak idén is a gyerekeknek, hogy hasznosan és élményekben gazdagon tölthessék el a nyári szünetet. Különböző tematikák mentén szerveződnek a foglalkozások, így kedvére találhat programot a sportbarát, a természetjáró, a kézimunkát szerető vagy a színjátszás után érdeklődő gyermek is. A Váci Sport Nonprofit Kft. És a Váci Madách Imre Művelődési Központ is szerepet vállal a nyári foglalkozások megszervezésében. Például idén először hirdetik meg a játékos angoltábort, ahol a napi kétszeri nyelvtanulás mellett jut idő majd szórakoztató programokra is. De szintén ilyen lesz a Gombóc Artúr mesetábor, amiről korábban Póka Éva színművész számolt be a Hazaiban. Mint elmondta, az esemény szervezői Sajdik Ferenc mesevilágát még Petőfi Sándorra is összekötik a költőhöz fűződő emlékév keretében. Tehát a Petőfi év 200, igen, akkor kössük össze. Uh-huh. És az volt a gondolatom, hogy igaz, hogy itt 8-tól 12-3 éves korig vannak. Ez lett volna kössük. Első nap az lesz a gondolatom, hogy gyerekek, menjetek haza, és tanuljatok meg egy verset, de akár kettőt. És majd mivel pénteken bemutatunk mindig a szülőknek, hogy egy ilyen kis bemutatkozás, hogy mi is volt a hétfőket, szerda, csütörtök, péntek témája. Uh-huh. Hát az egyik téma mi lenne más, mint Petőfi. A szakképzett táborvezetők tartalmas időtöltést biztosítanak a résztvevőknek, akikkel be fogják járni a környék bicikli útjait, ellátogatnak majd a festői zebegénybe, megnézik a sajdik gyűjteményt,
vagy éppen megmerülhetnek a Váci strand hűs vizében, hiszen a város jóvoltából már zajlik a nyári úszótábor is. Ott a szervezők a napi úszás foglalkozás, illetve a háromszori étkezés mellett rövid kirándulásokkal, kisvonatozással, a ligetben tett sétával, valamint múzeum látogatással várják az érdeklődőket. A nyári szüneti programok többségében már betelt az összes hely, esetleg a gombócartúr mesetáborban, vagy az úszótáborban van még esélye azoknak, akik beiratnák a gyermekeiket. Több tucat ember lett rosszul a Ráckevei sziget Dunai főág mellett épülő Iváncsai akkumulátorgyárban még június 5-én. Az ügyben hírzárlatot rendelt el a koreai érdekeltségű cég vezetése, de a Szabad Európa hírportál nyilvánosságra hozta a vegyi mérgezés ügyét, amiben a rendőrség is nyomozást indított. Az Iváncsai a komáromi, a gödi akkumulátorgyárak építésénél sem kötötték környezetvédelmi engedélyhez a hatóságok az ipari létesítmények kivitelezését, pedig a Magyar Mérnöki Kamara környezetvédelmi tagozata még tavasszal figyelmeztetett az engedélyeztetési eljárások anomáliáira. Az Iváncsán épülő akkumulátorgyár területén bekövetkezett vegyi mérgezésről elsőként a szabadeurópa.hu számolt be. Cikkéből kiderült, az elektród részlegben történt a baleset, több tucatnyi ember lett rosszul, amikor védőruha nélkül nehézfémekkel, kobalttal és nikkellel kerültek kapcsolatba. A gyár vezetői orvoshoz küldték az érintetteket, egyúttal hírzárlatot rendeltek el az ügyben. A Szabad Európa a Fejér vármegyei rendőrfőkapitánysághoz fordult információért, mely hatóság megerősítette, hogy a helyszíni szemlét követően a Dunaújvárosi rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt indít eljárást. Az alkugyárak engedélyeztetési eljárásával kapcsolatban még tavasszal adott ki részleges iránymutatást a Magyar Mérnöki Kamara környezetvédelmi tagozata, mely többek közt azt hangsúlyozta, hogy a gödi Samsung gyár esetében teljes körű környezetvédelmi vizsgálatot tartana szükségesnek, ami feltárná az ipari létesítmény valós környezeti hatásait. Az átlátszó ezzel kapcsolatos cikkében rámutatott továbbá, hogy a megyei környezetvédelmi hatóságok sem az Iváncsai, sem a komáromi, sem pedig a gödi beruházás nem kötötték környezetvédelmi engedélyhez. Ezek hatását ugyanis nem jelentősnek ítélték a környezetre. Vácon jelenleg is lakott utcáktól alig 500 méterre épülő akkumulátorraktár megépítését sem fékezte hosszas engedélyeztetési eljárás. Itt sem kellett előzetes környezeti hatástanulmányt készíteni. Ezzel kapcsolatban a Vácért lokálpatrióták közöltek cikket, amiben a lehetséges veszélyekre hívták fel a figyelmet. Továbbra is kevesebbet kell fizetnünk a gázolajért a környező országok többségében, a benzin esetében pedig két szomszédunknál olcsóbb az üzemanyag. Az árak jelentős különbségeket mutathatnak országonként, így ezeknek a figyelembevétele segíthet az utazónak a nyaralás költségeinek tervezésekor. Az üzemanyag árstoppot még 2021. november 15-én jelentette be az Orbán kormány. Ekkor a rendelet 480 forinton rögzítette az üzemanyagok árának felső határát, méghozzá 3 hónapra. A rendeletet azonban többször is meghosszabbították, csak tavaly év végén vezették ki, amit az intézkedés megelőző nap este jelentett be a kormány képviselője. Így azóta hazánkban is a piaci viszonyok határozzák meg, mennyit kell otthagynunk a kutakon egy-egy tankolás után. Ma Magyarországon a 95-ös benzin átlagosan 579, a gázolaj 562 forintba kerül literenként. Szlovákiában enyhén magasabbak a tarifák, a benzin 586, a gázolaj 527 forint. Horvátországban a benzin 592, míg a gázolaj ára 555 forint. Romániában viszont kedvezőbbek a költségek, a benzin átlagosan 497, a gázolaj 505 forint. Ausztriában hasonló árszinteket találunk, mint itthon, a benzin átlagosan 581, a gázolaj ára pedig 558 forint. Végül Szerbiában a benzin 555, a gázolaj pedig 574 forint. Az üzemanyagárakra számos tényező hatással van, például a nyersolaj világpiaci ára, az adók és az egyéb költségek. Emellett az árkülönbségeket befolyásolhatja az adott ország gazdasági helyzete és a politikai tényezők is. Szomszédainkhoz képest Magyarországon ráadásul extra magas 27%-os az áfa, ami további növekményt eredményez a vásárlók felé.
Országos első helyezést ért el a Váci Selye János Egészségügyi Technikum Pro Infante csapata a Vöröskereszt országos szervezete által meghirdetett csecsemő gondozási versenyen. A próbatételt a Covid-járvány miatt pár év kihagyással 27. alkalommal rendezték meg, hogy így méretessék meg a jövő szakembere. A csecsemő gondozási versenyt évről évre a Vöröskereszt országos szervezete rendezi meg. Idén először a Nyíregyházi megyei fordulón mérkőzhettek meg a résztvevők. Aztán a legsikeresebb csapatok Nyíregyházára utaztak, hogy ott derüljön ki, ki az év legjobbja. 2023-ban pedig ez az alakulat nem volt más, mint a Váci Selye János Egészségügyi Technikum Pro Infante csapata, akik ifjúsági kategóriában a megyei, majd országos fordulót is megnyerték. A szakmai felkészítést Dallosné Király Erika igazgatóhelyettes irányította, akinek az elmondása szerint a siker a diákok lelkes hozzáállásán is múlott. A tanulók nagyon szorgalmasan, lelkesen jártak a felkészítő órákra, sőt, elmondhatom azt is, hogy szünetekbe bekéreckedtek a csecsemőgondozási demonsterembe, és öltöztették a babákat, gyakorolták a fogásokat, nagyon lelkesek voltak. A Váci intézménynek nem ez volt az egyetlen sikere a közelmúltban, a héten Szolnokon jártak, ahol ugyancsak kiemelkedő eredményt tudtak elérni. Erre a versenyre országosan 143 csapat jelentkezett, ebből a 143 csapatból a mi iskolánk is tovább jutott az első 10-ben, tehát 10 csapat indulhatott az országos versenyen. Tegnap a Szolnoki Szakképzési Centrumban szervezték meg ezt a versenyt, és legnagyobb örömünkre ezt a versenyt is 11. A-osztályos tanulókkal megnyertük, úgyhogy igazán friss az élmény. Az igazgatóhelyettes hozzátette, ebben az évben több más sikeres szakmai felkészítést is a magukénak tudhatnak. Többek között az elsősegély.hu által szervezett országos versenyen második helyezést értek el a tanulóik. Szintén a Vöröskereszt szervezésében ugyancsak elsősegélynyújtási versenyen megyei szinten nyertek, így most egy újabb országos megmérettetésre készülnek. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által szervezett belgyógyászati és ápolástan vetélkedőn pedig Szegner Vince országos első helyezést ért el. Néhány óra alatt megszervezték a Váci nyomozók annak az 51 éves személynek az elfogását, akiről megtudták egy kisebb méretű lőszerraktárt, lőfegyvereket rejteget, megöléssel fenyegeti rettegésben tartott családját. A terror elhárítási központ műveleti egységei ártalmatlanították a férfit, a rendőrök intézték a többit, közölte a polisz.hu. Ó Zoltán évek óta erőszakos a feleségével, terrorizálja, bántja és fenyegeti. Szobi otthonukban pedig lőszereket és lőfegyvereket tart, amelyeket bármikor és bárki ellen képes és hajlandó lenne használni. Ezzel a tartalommal érkezett a feljelentés június 15-én a Váci rendőrségre, amely alapján beindították a gépezetet a rendfenntartók. A panasz szerint a férfi tudatmódosítókat használ, olyankor pedig még agresszívebb és kiszámíthatatlanabbá válik. A rendőrség az információk alapján hezitálás nélkül szervezte meg aznap délutánra az akciót, írják. A TEK műveleti egységeinek közreműködése nem volt kérdés, az elfogás ugyanis a speciális alakulat képzettségét igényelte. Hozták is a kötelezőt, pillanatok alatt problémamentesen egyértelművé tették, miért is érkeztek. Ó Zoltán előállítása után bűnügyi technikusok lepték el a szobiház minden helységét. Akad dolguk bőven, mert a tetemes mennyiségű lőszerek, valamint a kábítószer gyanús anyag megtalálása és lefoglalása igénybe vett néhány órát. Az engedély nélkül tartott eszközök közül ugyanis nem mindegyik hevert feltűnő látható helyen. Az egyik lőfegyvert egy WC tartályból, a másikat a lefolyóból kellett kipecázniuk. A helyszíni szemle végén a fegyverszakértővel kiegészült standolás eredménye 2 éles lőfegyver, 897 darab különböző kaliberű lőszer, közel 1,5 kg lőpor, valamint már cigarettába sodort, kábítószer gyanús anyag, valamint a célszemély THC-re és BZO-ra pozitív gyors tesztje volt. Ó Zoltánt 3 bűncselekménnyel gyanúsították meg kihallgatásán. A lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés büntettének, a kábítószer birtoklása, valamint a kapcsolati erőszak vétségének közlése után a férfi nem vallott. A gyanúsítás ellen panaszt tett, mondván semmit nem követett el. Azóta letartóztatásban van, ellene a Váci rendőrkapitányság folytatja le a további eljárást.
Szombaton a késő esti órákban is nyitva állnak majd a város kiállító helyei és a múzeumok éjszakája alkalmából számos kísérő programmal várják a látogatókat. A Tragor Ignác Múzeumban a Sajdik gyűjteményben délután 4 órától este 11 óráig rendhagyó tárlatvezetéseken, koncerteken, előadásokon és kézműves foglalkozásokon lehet majd részt venni. A Szent Ivánéhez kapcsolt országos programsorozathoz a Váci Egyház megye is csatlakozott egy rendhagyó tárlatvezetéssel. Előzetes regisztrációval este 7 órától a püspöki palotát lehet bejárni. Nem kell messzire utaznia a váciaknak, ha részt szeretnének venni a múzeumok éjszakáján, miután a városi kiállító helyek is gazdag programkínálattal várják a kultúra szerelmeseit. A Tragor Múzeumban és a Sajdik gyűjteménynek is otthont adó Pannónia házban is már szombaton délután 4 órakor elkezdődnek a rendezvények. A görög templom udvarában régészeti élményudvar és korhű ruhákkal felszerelt fotósarok, valamint előadások várják az érdeklődőket. A Dunakanyar Szíve Egyesület kóstolóval egybekötött pogácsasütő versenyt szervez, este 8-tól pedig kávéházi zene lesz az udvarban a Metrofolk együttessel. A Memento Mori kiállító helyen rendhagyó sétákkal és tárlatvezetésekkel várják a látogatókat. A múzeumok éjszakája alkalmából 15 órakor nyílik meg az új Hinc Gyula kiállítás a Pannónia házban, és az Elefántos ház is késő estig látogatható lesz. A Sajdik gyűjteményben 4 órától Szótfri Zsófiával alkothatnak az érdeklődők, 19 órától pedig a klasszik duó zenél. A gyűjteményben este 8-tól és fél 9-től indulnak rendhagyó tárlatvezetések, 21 órától pedig a Tília ad koncertet. A Dunakanyar Színház is készül egy előadással, 17 órától a Pannónia ház emeletén Fullajtár Andrea El Karádiáda című darabját láthatja a nagy érdemű. A nyár közepi éjszakán a püspöki palotában is lesz tárlatvezetés, amelyre a férőhelyek már beteltek. A Tragor Múzeum és a Sajdik gyűjtemény programjai egységes belépővel látogathatók. Egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze csütörtökön a kora reggeli órákban Vácon a Dr. Csányi László körúton. A karambol során az autó egy útjelző táblának csapódott és forgalmi akadályt okozott. A váci hivatásos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a járműveket, majd biztosították a helyszínt. A busz nem szállított utasokat, a gépkocsiban viszont ketten is utaztak. Az esetről Csempai Attila, a katasztrófavédők vármegyei szóvívője tájékoztatta a híradót. Heves zivatar rendszer érte el Szlovákia felől az északi országrészt, a vihar látványos peremfelhővel heves villámlás közepette kebelezte be a Dunakanyar, mely a fővárost is elérte, tette közé az időkép szerda este. Vácon a sejcei agyagbányánál dőlt fa az úttestre, írja az Útinform. Fákat döntött ki, ágakat és vezetékeket szakított le a szerda késő esti vihar, közölte a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MTI-vel. Különösen sok, több mint 40 bejelentés érkezett Budapest 14 és 15. kerületéből, ahol számos fa dőlt az úttestre, parkolóautóra, kerítésre és házakra, írták. Pest vármegyében több városban, Gödön, Dunakeszin, Vác közelében, Kosdon ugyancsak fakidőlések nehezítik a közlekedést. Vác környékére este, késő este érkezik meg az enyhülést hozó csapadék heves zivatarok kíséretében. Az éjszaka azonban továbbra is párás és meleg lesz, hajnalra 18 fokig hűl le a levegő hőmérséklete. A szombat zavartalan napsütéssel indul, némi felhő ellenére magas lesz az UVB sugárzás egész nap, azonban kisé alábbhagy a kánikula, 27-28 fok lesz a legmelegebb órákban. Vasárnap hasonló viszonyok mellett 29 fokig kapaszkodik a hőmérő higanyszála. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió péntek esti híradóját látták. Híranyagainkat megtalálják honlapunkon az estv.hu oldalon, ahol online is nézhetik adásunkat, illetve a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on is követhetnek minket. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!